Ilyen megmunkáló központot és automata CNC eszterga gépeket fog beszerezni az egyik Ibrányi telephelyű alkatrészgyártó cég. Az ehhez szükséges anyagi forrást vissza nem térítendő formában egy Európai Uniós pályázat segítségével nyerték el a Széchenyi Terv Plus programban. Azonban nem csak ezt a két gépet tartalmazza a projekt, egy komplex technológiai fejlesztést hajtanak végre. Egy 157,6 millió forintos beruházásról beszélünk, és a beruházás keretein belül 4 darab esztergagép, 4 darab megmunkáló központ, egy 50 kW napellemes rendszer és egy saját dolgozónak a munkavédelmi képzése fog megvalósulni ebből a projektből. Az új gépek megfelelnek a modern kor követelményeinek, több tudást is igényelnek, így válik majd hatékonyabbá a cég működése. Ez pedig fontos, mert mint a sajtótájékoztatón elhangzott, nem csak hazai piacra gyártanak. A pozitív előrelépés azonban munkavállalói generációváltást, vagy legalábbis frissítést is igényel. Az idősebb szakemberek már belefáradtak a munkának mai kihegyezett temperamentumába, így indokornak tartjuk mi is a fiatal munkavállalói képzést és a fiatal munkavállalóknak a bevonását a mindennapjainkban. A projekt célja a munkafolyamatok automatizálása, ezzel csökkentve a gyártási időt és a hiba lehetőségeket, valamint növelve a gyártókapacitást. A hasonló fejlesztésekkel akár 10-15%-kal is növelhető a bevétel.